Békét Ukrajnának, békét a világnak. E címmel nyílt képzőművészeti kiállítás és jótékonysági vásár múlt héten a Rácz Aladár Közösségi Házban. Ez a tárlat, amelyen 20 alkotó műveit lehet megcsodálni, egy sorozat nyitánya is egyben. A Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület újabb kortárs képzőművészeti kiállítást szervez. Dr. Kosztics István, a civil szervezet elnöke, Közterület című műsorunkban arról beszélt, hogy milyen szellemiség hívta életre a mostani tárlatot. Ugye én magam is pacifista vagyok, és a ház névadója Rácz Aladár is egy pacifista ember volt, egy béka szerető ember, a híres mondását ismerjük, hogy a jó zene, az igazi muzsika a béke hangja. Én azt gondolom, hogy minden művészete a béke hangja is fontos, a nemzetiségeknek is összefogni és szolidaritást kifejezni ebben az ügyben, mert a háború semminek a megoldása nem lehet. Ugye a harmadik évezredben, 21. században hihetetlen barbár dolog fegyverhez nyúlni és háborúval intézni elnézeteltéréseket.